Múlt héten képviselő irodaházban Potterről volt egy sajtótájékoztató, ahol azt mondtam, hogy ha nem oldjuk meg nagyon hamar, akkor el fog szakadni. Ez a ponton lehet ennek a jelképe. De ugyan, ha elszakad, akkor vér fog folyni. Nem az öné először, hanem az embereké. Azoké az embereké, akiét ön fogja kioltani. Kordonnál nem vagyok bentek, de a kordon elszakadhat. Most mi csak feszítjük a húrt. Feszítjük a kordont. Félti a kollégáit, mi? Félti a hatalmát. Félti a hatalmát, igaz? Hogy majd azt mondják itt a kollégák, hogy ugyan már főnök, én ezt nem csinálom tovább. Menj a faszba, főnök, ezt fogjátok mondani, igaz? Vagy úgy, mint az oltárban, hogy basszátok meg. Igaz, ezt mondta. Ezt fogjátok mondani a főnököknek. Az a kettő ott a szélén nem. Arra azért figyeljetek arra a kettőre ott a szélén, mert lehet, hogy vele majd meg kell ütköznötök. Ők röhögnek ezen. Nagyon vicces, biztos. Igen. Nagyon vicces, hogy emberek kerülnek az utcára. Nagyon vicces, hogy emberek belehalnak ebbe. Megkettem ennek a beszélmet szolgálni. Ők bakon követni. A következő csillagot majd ők kapják. Így van, nyilván. Ne! Ez nagyon jó, hát nevetlen. Kicsi volt! De mi leszel? Hadd meg leszel, hogyha még egy csillagot kap. Teregfő törzs. Oda nagy karrier, baszki. Én másfél évig voltam, katonaius törzs lettem. Mert én akkor komolyan gondoltam, hogy az akár az életem árán is. És azt is, hogy minden külső és minden belső ellenséggel szemben. És hidd el, hogy mindegy, hogy külső leszel, vagy belső. Ha nekünk össze kell csapni, akkor összefogunk. De veletek nem szeretnék, mert nektek szép a szívetek. Nagyon nagy a vívódás. Hát persze. A fizetésem, a saját házam veszélye, vagy a nép. Ez nagyon nehéz döntés, fiúk. Nagyon nehéz döntés, én tudom. De most... Fizetés választások. Hát hogyne. Ha majd hagyják. Tudjátok, ez úgy lesz nem sokára, hogy majd a hatalom eldönti, hogy neked lehet egy gyereked. Meg fogja mondani, hogy te szülhetsz-e. El fogják dönteni. El fogják dönteni, hogy mit csinálhatsz. Kibe szerethetsz bele. El fogják dönteni, hogy hol lakhatsz. Mettől meddig mehetsz? Mint ahogy ti is kihúztátok nekünk ezt a korlátot. Ott volt korábban, most itt vagyunk. Látjátok? Ez így működik, szépen lassan. Egyre tovább feszítjük a húrt. Ezt így sem tudjátok csinálni. Ha a bal lábadat oda teszed a jobb mellé, akkor egy kicsit hátrébb mentél. Már tettél azért a magyar népért egy nagyon keveset. Ha ti megpróbáltok nem röhögni ezen,